épített zuhanyzóknál a lábazat is könnyen készülhet kiemelt módon, tehát az eredeti padlóból kiemelten. Itt lehetőség van arra, hogy a csöveket elhúzzák, elhelyezzék, szerelni tudjanak, illetve a megfelelő lejtést ki tudják alakítani a megfelelő rétegrenddel, hiszen a szigetelés, a lejtése, a szivárgó lemez, a burkolat arzata, a burkolat ragasztóként szigetelés viszonylag nagy réteg vastagságot emészt fel, és ez nem biztos, hogy belefér az eredeti rétegrendbe, vagy nem biztos, hogy egyező magasságból kapcsolódó rétegrendekkel. Így meg lehet oldani azt is, hogy egy kiemelt zuhanypadló készüljön, mint jelen esetben. Ezt ki lehet találni, hogy ez most egy rozsdamentes acéllal van burkolva, ami szintén egy jó lábazati ellen takarítható, kezelhető, bír mindent, vagy pedig egy normál kerelvilap vagy kereslap lábazatot készítünk, de minden esetre ez is egy mód, hogy kiemelten és teljes rétegrend vastagsággal meg tudjuk valósítani a zuhanypadlóját, padozatát.